Légy szíves, állj félre, mert nekem most már ebből elegem van. Ismerkedjél akkor mással, légy szíves, és akkor le van tudva ez a dolog. Hát ne haragudj, de... Mikor volt az olyan való kezedben? Nekem? Egy hónapja? Hajrá, 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 ez a kíváncsi. Talán szízelsz a jobb palit nála. Azt hiszi, Izzi, hogy ki a nem ő, aztán megtehet mindent. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she pretty? Kincsem, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de én most nem fogok hazamenni, egy pár napot itt maradok mamánál. Most már tudom és érzem, hogy az álmaimat lassan elérem. Küzdeni fogok, amíg dobog a szívem. Én nem szégyellem, hogy ilyen a vérem. Sokat nehogy elveszítsem. Hello-ka, hello-ka! Mi a helyzet? Ez igen uram, fit az úr. Ez igen. Mi a helyzet? Ezer éve. Na figyelj már! Na mi a tök jó, hogy itt vagyunk, meg a friss levegőn, meg a szabadban. Kéne egy kicsit edzenem, tesó, mert annyira nincs kedvem hozzá, mert hát nem úgy alakultak a dolgok. Mit de tettet? Azért rám fél, rám fél. Hogy rávetted magad? Hát tesó, új élet kell. Változni kell. Csajok? Meg. Csajok azok. Szokásos, tudod, de most azzal is kicsit trébe vagyok, csajokkal is. Mi a helyzet, tesó? Nem viszonozza a szerelmet, amit én táplálok iránt, tesó, képzeld el. De ezt miért érzed így? Mi történt? Nem tudom, de edzünk inkább, jó? Én azt mondom, hogy kicsit kéne inkább edzeni. Nem jó, tudom, figyelj. Melegítsünk be, én azt mondom. Melegíts be egy kicsit. Jó. Mosgatások is csuklóidat. Jó. Boka mehet közben hozzá? Mehet. Jó. Ez a boka mindennek az oka? Persze. Nehogy még itt elcsúsz nekem a végén ebbe a hidegbe, ez kiterik a lábad. Á, csak nem. Márkot már egy ideje ismerem, jó barátom, egy nagyon jó személyedző, és remélem, hogy tud nekem segíteni a felesleges súlyok leadásában. Na tesóm, és mi a helyzet a melóval? Hát testvér, képzeld el, több mint 3 hónapja tudod jól, hogy nem dolgozok, viszont kedves kis barátom Arnold megkért múltkor, hogy főzzek neki meg a csajának. Csináltam nekik töltött káposztát, csak hát időszűkében voltunk, és konzerv töltött káposztát csináltam neki, csak képzeld el, és de rájavítottam, érted? Tehát, hogy az ízek olyanok lettek, mintha nem is tudom. Mint ha én főztem volna frankon. Olyanok voltak az ízek, képzeld el. Akkor jól elsimliskedted ezt hát, az egészet. Hát gondolj bele, tesó, hogy én nem dolgozok már 3 hónapja, milyen jól esett, hogy én kicsit tudtam főzni. És mi van a régi melóval, vagy most ott mi történt, vagy mi bezárt, van, tesó, mesélj? Bezárt. Teljesen bezárt, képzeld el, és a kiszállítás sem működik. 22 éves létemre úgy érzem, hogy benne vagyok már egy ideje a vendéglátásban, annak ellenére, hogy fiatal vagyok. Küzdök a testsúlyommal, küzdök a munkahelykereséssel, mert egyszerűen nem találom magamat. És nem vagyok ezek könnyen. Tehát, hogy nem adom fel az álmaimat. Egyszerűen telített a piac. Tehát erre nincs igény, azt mondták a főnökség. És hiányzik ez az egész? Hiányzik, hát ez az életem, tudod. Na figyelj, én azt ez mondom, az hogy szedjük össze magunkat. Jó. Fele felje. Jó. Ezt itt le kell adni, mert az ott nagyon sok, nem mutat, sok a poci. Látom, hogy ezért letted a scubisznekeket kőkemény szinten. Nyomtam a scubisznekeket, tesó. Szóval figyelj, kezdjünk bele az edzésbe. Jó. Aztán lesz, ahogy lesz. Kezdésnek, tesóm, csináljuk azt, hogy kicsit bemelegítünk, lenyomsz ilyen 10-20 fekvőket szélesen, jó. De gyere, csinálom veled, jó. Segítek. Jó, nyomjuk, tesó, benne vagyok. Annyi a lényeg, beengeded, aha. És fel, és egyenes legyen végig a derekad. 3, 4, ne tartsd lent, nem kell megtartani, csak nyomd. 5. Ez már nekem sok? Gyere, még 5-öt. 6. 7. Gyere. 8, még 2. 9, 10. Na, úgy néz ki, hogy estére megérkezik az új áru végre. Az nagyon jó, mert már hát szükséges. Hát nagyon kifogyóban vagyunk. Már szükséges. Hát te látod, egyébként ezt mondtam. És ez neked is ötleted volt ez az akció, abból a szempontból, hogy most így összedolgozunk a női ruhákkal, látod mennyivel több embert vonzott be rögtön. Nem vagy, de legalább vitték. Így van. Jöhet most, az új áru. Hát most már ennyi idő után nagyon sokat vártam rá egyébként, azt te is tudod, mert mikor hát, rendeltük tudom, meg? Tudom, mert nem volt könnyű. 2 hónapja? Körülbelül igen. Csak hát ugye a vírus az felülír sok mindent. Nagyon. Na, figyelj, egyébként meg jön ma a ilyen cike. Tényleg? Aha. Öltönyt szeretne venni, csak hát tudod, ő neki elég kis méret kell. Évek óta foglalkozom már ruhákkal, többek között mennyasszonyi ruhákkal, és ugye vőlegényeknek készült öltönyökkel.
Igazság szerint ez volt az álmom. Kisgyerekkorom óta ez volt a vágyam, hogy nekem egy öltönyszalonom legyen. A Jóisten megsegített benne. Eredeti szakmám ugyan zenész. 20 éven keresztül játszottam a 100 tagú cigányzenekarban. Mint szólista, hegedűs, első hegedűs, édesapám volt a néhai elnöke és művészeti vezetője, Buffó Rigó Sándor. Neki nagyon sok mindent köszönhettem az életem során, úgy zeneileg, úgy emberileg. Ő tanított meg arra, hogy több lábon álljak, és ennek köszönhető ez, és a drága feleségemnek, hogy létrejött ez a szalon. Itt vannak a 48-osok. Jó. Hát van egy pár lehetőség, amiből tud választani. Egyébként úgy volt, hogy nem jövök be. Ez is 48. Hát az nagyon jó. Úgy felidegesített az Ági. Tényleg? Nem miért? A kutya kimarta az arcát. Hú, szegény. Most én persze sajnálom őt, mert fáj neki, meg rossz neki. Kellett te kutya. Neki kellett. Tehát ez a borzalmas az egész, hogy neki kellett a kutya alól, és én szenvedek a kutyával, én hurcolom, ő amíg ugye mennyasszonyi ruha szalomban van, a kutya az én nyakamon van, itt van bent. A házas élet ilyen, de. Van egy nagyon csodálatos szuper feleségem, akinek tényleg nagyon sokat köszönök, és van egy őrült kiskutyánk, egy bolonyéz, aki tönkreteszi az életünket. Mindig megrondít mindent, mindig összeszaggat mindent. Ma például egyébként a szemüvegemet rágta szét. Nem bírom. Egyszerűen nem bírom. Na mindegy, ezek jók lesznek a Jenci. Figyelj, milyen színeket rendeljek még, mert jövő héten jönnek szerinted? Sokfajta kell, mert... Hát, igen. Te vagy itt többet a vőlegényekkel. Mit mondasz? Mit keres? A kéket azt keresik, igen. Van, akinek a szürke is tetszik. Feketét ne rendelj, mert az van egy pár darab. Jó. Az hagyd menjen el, és majd utána. Jó. De ugye eljössz velem, segítesz válogatni. Hogyne, hogyne. Jó, jó, mert nem mindent hozok el. De a kockásokat, amiket tudod, igen. Azokat most nagyon viszik. Annyi az egész, csak itt teljesen mellből. Nem akarod karból semmi, jó, csak mellből nyomod. Jó. És amikor kinyomod, ráfeszítesz a mellemre. Aha. És közben mosolygok, nem? Hát persze. Széles mosoly. Jó képű legyél. Jó. Jó. Na jó, engedj, de te már ki vagy pattintva, tesó. Gyere. Nem hideg ez a... Nem, ne foglalkozz ezzel, hogy hideg férfiak nem? Igaz, igaz. Azaz, gyere, húzzad, nyom ki telibe, gyere, kettő, gyere, három. Ez az, tesó, nagyon jó csinálod. Gyerünk, négy. Nagyon jó, hogy itt vagy. Gyere, öt. Érzem az erőt. Na, még egyet. Még egyet. Most figyelj már, tesónád, mindig azt mondják, hogy te nem is vagy cigány gyerek. Mert nem vagy cigány pacek, ugye? Hát ja. De én hajlok erre a vonalra, én szeretnék kitudni a romák közül, mert mindig ez a rasszizmus, meg így roma, úgy roma, szerintem egy embert nem lehet bőrszínhez kötni. Ez így van. Szerintem, ha nem roma, hanem roma, ha jó érzésű ember, akkor... Figyelj, én úgy fogom fel ezt az egészet, hogy tök mindegy, hogy milyen ember az az ember, csak az a lényeg, hogy ember legyen. Itt nem a bőrszín meg a szemszín számít, hanem az, hogy kinek milyen szívű és lelke van. De nincsenek sérelmeid ezzel kapcsolatban, ugye, hogy le vagy az élvegágyózva? Nem, nagyon sokszor megkaptam már gyerekkoromban, és állandóan legágyóztak, leparasztoztak, de igazából nem nagyon foglalkoztam vele, elengedtem a témát. Durva. Ja, fájó pont. Hát de ez van, tesóm. Nem baj, tesó, segítek neked, jó? Jó. És téged így a munkahelyeden így nem néztek le, vagy így nem ítéltek meg, amiért, hogy ugye roma vagy? Tesó, egyszer-kétszer megkaptam ugye, hogy a vonásaim, de romásan főztem, tudod, ízesen. Meg voltam becsülve. És látták rajtam, hogy van bennem ambíció. Igen. És mutatni szeretnék, és ki szeretnék törni ebből, és nem csak egy... Nem vagyok beskatujázva. Akkor nem általánosítottak, hanem nem. Úgy voltak arra, hogy na te, ja. Te olyan vagy, amilyen. Te egy csupa szívember vagy, és ki fogsz törni. Így van. Ez a beszéd, tesó. Na gyere, nyomjuk tovább az edzést. Na, jó, nyomjuk. Na, figyelj, gyere. Most. Erre a vágépre. Megmutatom ezt is neked, hogy hogy. Mutasd meg. Nekem meg ez a szerencsém, hogy hála Jóistennek a magyar emberek bizakodóak, és a mennyasszonyi ruha is ezért. Itt meg ugye, hát ezt te látod, hát hogy jönnek. Párosan szép az élet, és így van. Egy vőlegényhez kell, vagy egy mennyasszonyhoz kell a vőlegény is. Viszont abba segíts, hogy találjunk ki valami akciót megint, hogy mi legyen. Kiokoskodjunk. Mert a mennyasszonyi ruhákon kívül szeretnék most már így a tavaszra egy ilyen tavaszi akciót. Igen. Azoknak az embereknek is, akik a mennyasszonyi ruhától függetlenül jönnek be hozzánk. Tehát a násznép. Vagy a násznépnek, így van, ez sem egy... Hú, nagyon jó. A násznép. Hát nagyon jó, hogy a kísérőknek, vagy a tanuknak még akció. Tehát, hogyha a vőlegény vesz, akkor mit a harmadik öltöny már fél áron? Mondjuk egy ilyen... A tanuknak. Így van. Az még így jó is, mert így akkor van. Erre ráharapnak. Így van. Mert hát az esküvői párhoz kell kettő darab tanú. Így van. Annélkül ez így alap, így ez van. A négy ember, aztán jön a násznép. Így van. Hát, így van.
És a Jenci az házas? Én úgy tudom, hogy igen, házasok az Évivel, tehát azt tudom, mit kéne csinálni? Megkéri a kezét még egyszer. Ennyi, és akkor mi álljuk az öltönyt, esetleg még lehet, hogy a mennyasszonyi ruhát is segítünk nekik megtalálni, nem? Mi mindenben segítünk. De ez hanyas méret? Ez egyébként jó. Ez a Jencire, ez a Jencinek a mérete. Meg a stílusában is a Jencinek. Meg a stílusában is, egyébként én látom az ő. Nagyszerű kiegészítőket mutatunk neki. Aha. Hát ha megjön a kedve, még egyszer megkérdezem. Én nem akarnék a Jencire csokornyakkendőt adni. Hát én sem. Mert vékonyalka. Van egy francia nyakkendő. Ez valamelyik francia nyakkendőt meg ki kéne keresni neki hozzá. Jencivel nem beszéltél azóta? Mióta bejelentette ezt? Nem tudom, hogy mi van vele fiatal emberrel, nem tudom, és hogy mi történt vele. És az az igazság, hogy engem is ez nagyon-nagyon idegesít, és nagyon rosszul érintett, mert ez ugye nálunk egyáltalán nem megszokott, és ezt nagyon nem szeretném, hogyha ez tényleg komolyra fordulna. Hát hogy valamit tennünk kell. Hát igen, legalább ő is szólna nekem, hogy hol tart a dolog, hát vagy mit így tudtak van megbeszélni, mert ez nem lesz jó. Ez így nem, és én ezt nem is fogom engedni. Hát nem tudom, hát nagyon remélem, hogy azért ezt csak helyre lehet hozni, és ebből a pogácsa sütésből sem mondott neked semmit, hogy hogy alakult? Hát nem hallod, nem mond semmit nekem, hát magában van zárkózva, hát most igen, már nekem különben tényleg ebből... Igen, ezt én már régen észrevettem, hogy elegem hogy valami... van ebből a dologból, nem fogom ezt neked engedni. Igen, mind hát a kettővel nagyon el komolyan. Fogom beszélgetni velük, ez azért nem úgy működik. Hát nem bizony. Hát nem úgy működik, van, hogy és ők... ugye ott van a kisfiú, hát ez nem... Nem, én meg fogom magyarázni a kisasszonynak is, valami meg a nagyon, nyenőkének igen, is. Igen, elrontottak hogy, valamit, hogy mind szépen, a ketten. Szépen tudjanak, rendesen, normálisan álljanak a dolgokhoz, mert hát ennek jó vége nem lesz, és nem fogom engedni. Nem Isten fogom őriz, engedni én sem fogom engedni, úgyhogy mindenféleképpen én azt mondom, hogy mind a kettőjükkel le kell ülnünk, és nagyon komolyan el kell velük beszélni. Igen. Mert ezt nem igen fogom megengedni, hogy igen, ők elváljanak, ezt nagyon engedni nem szeretném. Nem, hát én nem is tudom, mi történne a családdal, hát ilyen még nem volt. Hát ilyen nem. Jencikém! Szia, Dávido! Szia, Bufókám! Na, mi újság van? Hogy vagy? Minden oké, meg vagyok. El vagyok. Jöttem egy kicsit szétnézni, hogy milyen öltönyök vannak. Jó, milyen öltönyök lerakom vannak ezt a bűzölőgépet, hogy ne legyen itt tudva. És hallottam, akkor... hogy nagyon-nagyon komoly, nagyon szép öltönyötök van. Aztán szeretnék egy kicsit Évikének imponálni, egy kicsit a ruhatáromat átváltoztatni, egy kicsikét. De jó. Persze. Jó. Mi lenne, ha újra esküdnétek? Újra esküdnétek? Hát miért ne? Mennyasszonyi ruháim is vannak, tudod? Jól. Hát... Na jó, ezt fogják beszélni. Meggondolandó. Akkor gyere, mutatom neked, akkor mutatunk egy kis méretet neked. Hát, ha így megpróbálok szemrevételezni, aztán... Hát nem lesz könnyű dolgotok. Ahol hát már meg, a, én már meg is vagyok. Ahhoz. Ez a legkisebb. Nem lesz könnyű dolgotok. Ez a legkisebb most. Aha. Jó, az kockás. Gyere, szeretem a kockásot. Gyere, próbáld. Vedd le a kabátodat, próbáld fel. Jencit nagyon régóta ismerem, talán kiskora óta, de egyébként mindig kihívás nekem, mikor egy ilyen vékony ember jön az öltönyszalomba, hogy mit adjak rá, hogy fog rajta állni. Amúgy most mi van Évivel? Hát, kérlek szépen. És jó. Most olyan stádiumba lépett a kapcsolatunk, hogy egy kicsit ellaposodok. Ne viccelj. De miért? Mi történt? Hát ő jó pár napra így bejelentette nekem, hogy már eléggé elhidegültünk egymástól. Azt a betyárját. Bizonyám. Meg nem úgy érez már, ahogy érzett annak idején. Hát tudjátok, hogy azért én nagyon-nagyon régóta hát meg nagyon ismerem, sok mindenen meg keresztül, sok mindenen mentetek, keresztül mentünk. És lehet, hogy ez a sok gond probléma miatt ez így ellaposodott köztünk a kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy minden nőnek van az életében, meg minden embernek, férfinek is, de a nőknek gyakrabban az a lelki válság. Eléri a nőt a lelki válság, akkor viszont neked, mint szerető férnek, mert itt buknak el a házasságok. Nagyon sok esetben a férfi túl büszke, és azt mondja, hogy hát nekem ilyet mondták, akkor hello, szia. De ha szereted, igen, akkor most ezt látszik, hogy te szereted, most ezzel is bizonyítod neki, akkor ne add fel, harcolj érte, nyerd vissza újra a szerelmét, a bizalmát, mindent.
érezze rajtad azt, hogy ez a férfi ez tényleg képes, értem, mindenre. Gyere, gyere, 9. Add az erőt nekem. Gyere, gyere, 10. Nagyon jó támasz vagy. Még jó. Mehet? 11, gyere, gyere, ez gyere. Az. 12. Ez az. Gyere, 13. Ez az. Még. 14, le szeretnél fogyni, nem? Le, nagyon 15. le szeretnék fogyni. Akkor nyomja, 16, még 4. 17, nem állsz meg. 18, hagyd lássam a fájdalmat. 19. Az a jó a fáj, ugye? 20, az a jó a fáj. Ennek fájnia kell. Nagyon akkor jó. Érzed, hogyha jól csinálod fájni a dolgokat, kell a szépségért, ugye? Én úgy vagyok vele, hogy ez az egyetlen fájdalom, amit eltűrök, ez ez. Aha. Mert ennek fájnia kell. És az a jó, hogyha hazamész és érzed, hogy fáj. De amikor leveszed a fölsődet a tükör előtt, vagy hogyha felveszel egy pólót és látod már, hogy kicsit folysz, kicsit jobbak az időm, akkor majd ez a csaj is meg fog érted halni. Hát ja, tesóm, lehet az a problémája neki, hogy duci vagyok, de tesóm. De tesó jóképű vagy. De a szöveget meg megeszik, hát haj, úgy megeszik, jó, hogy repetáznak belőle. Ki. Frankó, repetáznak a kajásból. Kis zsúrás és baró lesz a pacek testvér. Szétvágok mindent, persze. Ennyi, nincs mese. Figyelj, tesó. Látom, hogy most ettől egy kicsit félsz. Kicsit, de ne félj. Nem akarod ugye ezt a mici mackó formát megtartani, mert ez így nekem nagyon nem tetszik. Olyan akarsz lenni, mint a hák, egy bika, egy férfi állat, ugye? Nehéz, mert nehéz lesz. De ne félj! El kell kezdeni. Figyelj, annyi az egész. Megfogod itt ugye szélesen ezt az egész témát. Mindig széles vagy ember. Lábadat összerakod. Széles metélt, aha. És csak hátból húzod az egészet. És megtartod. Egy, kettő. Ez nagyon jó. Na, de mivel ez neked nem fog menni, mert ugye még nem húzódszkodtál, hát úgy fogjuk csinálni a sztorit, hogy te megfogod ezt a kis rudat, és megfogom a lábadat, de és tartom a lábad, és úgy húzod jó. magad. Na, toljad. Radd úgy a lábad, ahogy én raktam. Aha. És húzzad magad. Húzzad. Gyere. Húzzad. Hát tesó, ez nem fog menni. Hát én tollak. Egy. Azaz érzem, hogy hátból húzod, nem is segítek, nem ülsz a vállamon. Kettő. Három. Na még egyet. Négy. Jó. Na, megy ez neked amúgy érzed? Húha, elég hideg volt ez a vas cső, már ne is haragudjál. Kérdezhetek tőled valamit? Mert barátok vagyunk régóta. Már így egyből. Vannak félelmeid? Vannak. Vannak. Szeretnél róla beszélni? Hát tesó, beszéljünk róla, most őszinteség van. Ha, akkor mondd el a félelmeidet. Az a félelem, tesó, nem dolgozok, tudod, jól étteremben. És akkor közelébe sem merek menni az étteremnek, mert felszakítja a sebeket bennem azokat az érzéseket. Tudod, hogy ott dolgoztam, és ment a pörgés, és komfortosan éreztem magam, éreztem a konyhát, a kollégákat, tudtam velük együtt működni és dolgozni. És ez nekem egy fájó pont, és nagyon durva, hogy most mi itt vagyunk, mert ott az étterem, és én ott dolgoztam, tesó. De azt kell sajnos mondjam, hogy egy gyáva ember vagy. Gyáva. Nem szabad gyávának lenni. Szembe kell nézni a félelmeiddel. Most ne veszítesz gyávának, tesó, ez rossz érzés nekem. Oda kell, nem veszítesz vele semmit, hogyha oda mész. Mit veszítesz vele? Nézzünk még egy pár darab öltönyt. Egy kicsit te is gondold át ezt a világot, amit eddig viseltél, képviseltél. Picit én azt mondom, hogy el is lehet, egyébként ezért jó ez az öltöny, meg az én öltönyeim, bárki megpróbálta, azt mondta, hogy jó, azért is elviszem, mert jó lesz egy farmerral is. Próbálok igen, a sportosság igen, felé, igen. Tehát ezt egy farmerral is nagyon szépen tudod viselni, egy garbóval, pólóval, igen. Tehát sportos elegáns. Így van, te mindig egy úriember voltál, egy igazi muzsikus vagy, igen. És mindig hát is úgy is öltöztél. Kicsit váltsál. Nyilván úgy szeretett meg téged, ahogy voltál, de most neki is kell egy kis újítás, hogy na akkor most igen, én egy hát ilyen garbós... Nagyon nagy változásokon fogok át keresztül menni, mert egy jó 2-3 hét múlva meglátom, mert hajamat meglássátok el. Ilyen hajam. Ne idegesíts! Mondom neked. Hogy csinálod? Barokkát veszel mit? Fel? Olyasmi egyébként, olyasmi lesz. Csak ragasztatni fogom. Ó, arról egyébként néztem videókat, tehát ugye látszik, hogy nekem sincs sok hajam, de mondjuk... Egy szerencsém van, talán így sokak elmondása szerint, hogy valamilyen szinten jobban áll a kopasság, mint mikor anno hajam volt. Protézis, ez az úgy hívják. Igen, hat igen. Protézis. Én utána néztem ezeknek. Jó, nagyon jó, jól hangzik. De minden esetre van itt egy sportos elegáns, aminek van itt egy mellénye is. Mi a helyzet ezzel az egészen? Mondd el!
tesóm, félek oda menni. De félek. Mitől félsz? Lehet, hogy ott lesz a főnök, és lehet, akkor ott mi lesz van? A HR-es. De akkor mi és van? Nagyon rossz szájízzel köszöntünk rá, gyáva most vagy? Nem szeretnék vele találkozni. De gyáva vagy? Nem vagyok gyáva, ez vagy? Csak rossz érzés. Nő vagy? Stuffolgatsz? Úgy nézel ki, mint egy csaj, aki itt sír előttem. Te miről beszélsz? Nevetséges vagy. Ha mindjárt kinevetlek. Ne foglalkozz vele, hagyjad, engedd el. Menjünk oda. Nem akarok. De menjünk oda. Nem akarok. De nem veszítesz vele semmit. Menjünk oda, gyere, kocogjunk el együtt. Gyere, Mici Mackó, így nem lesz belőled hák, hogyha nem jössz. Gyere, menjünk, toljuk. Jó. Férfi vagy. Ez a hely nekem a szenvedélyem volt, és nagyon-nagyon nehéz lesz visszamennem oda, és szembenéznem a helyjel, a helyszínnel. Nagy kül van a szívemben most. Tudod mit? Hívd fel az Évikét, és majd szépen megbeszéljük. Rendben. Átbeszélem velük, most így már van. Ez elég volt. Elég, te, nem játszunk tiszta ilyet. Vizet a pohárba. Tökéletes. Volt. Így van, rendben. Én már is szólok neki, hogy jöjjenek le. Most már ezt nem lehet. Tökéletesen igazad jó? van. Pontosan, így. És majd megtudjuk, rendben. Hogy hogyan tovább, mit szeretnének, vagy hogy szeretnének. Rendben. És majd én elmondom nekik, hogy mihez tartsák magukat, nagyon mert helyes. Ez nem így működik. Ez nem járja. Minden nap ide jártam, tényleg, tehát hogy ez volt az életem. Átadom neked a szót, légy szíves, mondd el, hogy mi történt veletek, hogy mi a probléma, miért akartok ti elválni. Tesó, te most kajak, elkezdtél rovázni. Hát, tesó, ne sírj már. Hát énekelni se tudok. Hát most hogy csinálják szerenádot? Oké, valaki jönne hegedűvel, de hát én mit csinálok no, ez egy jó ötlet, hegedű. Beszéljétek meg, látod? Ezért erről beszéltem. Így van. Már rég kellett volna ezt megejteni, ezt a beszélgetést.